mai műsorunk tartalmából. Bajoni Árta, tenisz válogatott. Dartosok az első osztályban. Értékeltük a TASZ asztali teniszező csapatok teljesítményét. Visszapillantunk, forró napok, strandröplabda tavalyról. Aki járt már Bajon és ellátogatott a sporttelepre, úgy gondolom meg is lepődött azon, amit ott látott. Egy kis településhez képest igazán rendezett, sok lehetőséget magában hordozó területet talál. 2017 óta a két teniszpálya egy új sportág megjelenését jelentette, amely most már télen is használható. El is lendült a tenisz élet, ami mellé a lábtenisz is csatlakozott. A felnőttek mellett a salakos és a lájkolt pályát a kisebbek is használják. Iskolai, óvodai csoportoknak órarendben szereplő teniszoktatást tartanak. 2021 óta a teniszklub már Gerecse Teniszklub néven szerepel. Négy edző foglalkozik az oktatása, átlagban 50 gyerek és 120 felnőtt használja a pályákat. Jó a kapcsolata az Egyesületnek a Magyar Tenisz Szövetséggel, ezzel is magyarázhat, hogy a Davis Kupa csapat ellátogatott Bajra. Nagyszámú érdeklődőt vonzott a találkozó. Kolok János számolt be a pálya történetére, majd Bencsik János országgyűlési képviselő köszöntötte a megjelenteket. A franciák ellen készülő csapatból Fucsovics Mártont kérdeztük. Fucsovics Mártont nagyon ritkán látni itthon, most a Davis Kupa lehetőséget ad, hogy a közönség is látassa. Milyen érzés itthon játszani? Jó érzés, örülök, hogy itthon játszhatunk. Rég játszottam hazai közönség előtt, szeretek Magyarországért játszani, remélem, hogy minél többen kijönnek szurkolni. Éppen az előbb főtitkárasszonytól kérdeztem, hogy miért esett a választás Tatabányára, vagy milyen lesz egy új helyszínen játszani. Te azért a Debrecenbe, Szegeden, Pesten már játszottál. Igen, játszottam már sok helyen. Szerintem ez egy jó helyszín. Ugye mi Budapesten edzünk, ott van nekünk a bázis, Tatabánya közel van, fél óra alatt leérünk. Én még haza is tudok menni, úgyhogy kis időt otthon is tudok tölteni. Ausztrália és Magyarország között elég nehéz időkülönbség. Azért egy hét, 10 nap alatt át lehet állni? 8 napja jöttem haza, sikerült már átállni, úgyhogy készen állok, 100%-os vagyok a Davis kupára. És a borítás? Ott is, itt is egész más. Ma edzettünk már, ma volt az első edzés, jól éreztem a pályát, jól éreztem a labdát, nagyon szép a csarnok. Remélem, hogy sokan kijönnek és bátorítanak minket. A DK kapitány bízott a csapatban és abban, hogy sokan látogatnak ki majd a mérkőzésre. Fucsovics Marci elmondta, hogy milyen fontos egy válogatottként, egy csapatként Magyarországot képviselni, vagy látja a fiúkat. Ez természetesen így van. Most már harmadik alkalom, hogy a Davis Kupa csapat élén vagyok, és vezetem a válogatottat, és mindig az a tapasztalatom, hogy a srácok ilyenkor valahogy sokkal felszabadultabban egymásért tudnak küzdeni, dolgozni ebben a pár napban, jó összhang kovácsolódik a játékosok között, és ez szerintem nagy mértékben hozzájárul ahhoz, hogy egy jó teljesítmény legyen a végén. Kapitány, mit tud ilyenkor tenni, mondjuk a Davis Cup előtt pár nappal? Pontosan arra törekedni, hogy a srácok azok maximális fizikai, mentális és lelki állapotban kerüljenek a pályára. Nyilván elvégezzük azokat a feladatokat, és itt most Tatabányán ebben a multifunkciós sportcsarnokban azt hiszem minden lehetőség adott, hogy a tervek szerint haladjunk. Ma kezdtük el délelőtt a munkát, csütörtökig lehetőségünk van készülni. Mindenki igény szerint feladatokat kér, inkább ilyenkor által pár dolgot, még apróságokat gyakorlunk. Remélem össze fog állni mindenkinek a játéka. Ilyenkor a fizikán kívül azért a beszélgetéseknek is van szerepe? Természetesen, és szerintem fontos az, hogy jó hangulatban legyen a csapat, mindenki nyitott legyen, befogadó legyen, és természetesen taktikailag és lelkileg is készítjük a játékosokat. Kolok János, a Bai SK elnöke büszke az erőt eredményekre, és bízik a sikeres folytatásban. Úgy gondolom, hogy ez a nap azért egy jeles nap lesz a bai tenisz történelemben. Hát mi is úgy gondoljuk, mert a tenisz válogatott azért ritkán jön egy ilyen kis községbe, úgyhogy mi is ezt gondoljuk. Azért ez egy olyan
pálya itt, illetve két olyan pálya, ami azért elég nagy forgalmat bonyolít le, ahogy én tudom. Hát ugye 5.-6. éve működünk, és évről évre egyre többen jönnek teniszezni, a gyerekek is és a felnőttek is, és most már ott tartunk, hogy szép számmal teniszeznek nálunk. Délelőtt még én szoktam látni szerintem első és másodikosokat, akik igencsak belekóstolgatnak a tenisz alapjaiba. Hát igen, elsősök, másodikosok is vannak, óvodások is járnak ide teniszezni, úgyhogy hát ők általában délelőttönként játszanak. A felnőtteknél melyik pálya a kedvesebb, a műanyag vagy a salak? Hát a felnőttek azért még mindig a salaknak a hívei, a fiatalok persze szeretik ezt a kemény borítást, ami egy nagyon, nagyon tiszta borítás, nem pattan el össze-vissza a labda, úgyhogy ez egy nagyon, amúgy egy nagyon jó borítás. Hogy sikerült a teniszválogatottat rávenni? Tudom, hogy most Tatabányán játszanak hétvégén, de gondolom azért ehhez kellett egy kis munka. Hát igen, nagyon jó a kapcsolatunk, hál' Istennek a teniszszövetséggel, és ott próbáltam, hogy ha már itt vannak, ugye a héten itt edzenek, illetve itt laknak ugye Tatán, próbáltam velük megbeszélni, hogy itt van egy nagyon jó kis közösség, aki kíváncsi rájuk, és hogy esetleg el lehetne őket-e hívni, és akkor így a hét elején még azt mondták, hogy akkor egy estére, egy órára lejönnek, és megmutatják magukat. Azért közülük Piros Zsombor már járt itt, hiszen azt hiszem az átadó nő volt a díszvendég. Igen, Zsombi játszott itt, ő játszott egy bemutató játékot, és hát örülünk neki, hogy másodjára is megint csak itt lesz. A megyei tenisz élet jó, bár lehetne jobb is. Ezt vehettük ki Becker Balázs szavaiból. A megyei tenisz igazgatóság első embereként mit jelent az, hogy a magyar tenisz válogatott Davis kupát a megyében játszik? Hát úgy gondolom, hogy ez ennél nagyobb úgy mondjam, elismerés nem lehet, mint hogy egy nemzetnek a válogatottja helyben, tehát itt Tatabányán fog majd szerepelni az új multifunkciós csarnokban. Hát én úgy gondolom, hogy sokan örülünk neki, hát nem csak a megyéből, de a környező szomszédos megyéből is. Biztos, hogy egy nagy élmény lesz. Én más sportákban én már a multifunkciós csarnokot ismerem, de úgy gondolom, hogy egy hatalmas élmény lesz. És hát főleg a gyerekeknek, de úgymond a felnőtteknek is, az, hogy a válogatottat láthatja élőben, szerintem nem mindennapos. Mennyien teniszeznek most a megyében? Van valami kimutatás erről? Igazolt legalábbis mennyi van? Igenis, meg nem is, mert ugye tavalyit tudnék mondani, de ugye mi most fogjuk január vége, február elején fogjuk elkészíteni az idei megyei versenynaptárunkat, és ezáltal fogunk egy olyan képet kapni, hogy mennyien teniszeznek. Sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy hát a Covid úgy mind egy sportágnak sem tett jót, hát a tenisznek sem, de reméljük, hogy ebből azért kilábalunk idővel, és újra beindul minden, ugyanúgy a gyerekek és a felnőttek terén, és visszaállunk egy olyan emelkedő pályára, ami a Covid előtt volt. Ha már pályáról van szó, pályákban hogy áll a megye? Pályákban úgy gondolom, hogy nem áll rosszul a megye. A fedett pályákban már inkább rosszabbul áll, tehát fedett lehetőségünk nem olyan sok van, viszont a szabadtériekkel nem állunk rosszul. Végül a Bravo nem sikerült, a franciák 3-2-re győztek, de jó mérkőzéseket láthatok a kilátogató ezrek és a tévé előtt ülők. Ha végeznénk egy közvéleménykutatást a tévén nézett sportágak nézettségét tekintve, szerintem a darts jó helyen végezne. Pedig egy nagyon egyszerű játékról van szó. A versenyző 237 cm-re áll egy kör alakú céltábla előtt, és nyilakkal dob a különböző pontértékű szektorokra. Kocsma sport volt, mára már a világbajnokságot is rendeznek, és profik játszák. Már a 19. században ismert volt, de például az angol parlament csak 2001-ben nyilvánította hivatalosan sportággá. A nemzetközi szervezetnek 1992 óta tagja a Magyar Darts Szövetség. Közel 100 sportegyesület alkotja a szövetséget. Több bajnoki osztályban versenyeznek a klubok, Tatán a Storm Darts Club működik. Nem is tudom, másfél-két éve voltunk talán nálatok egy versenyen, azóta nagyon sok minden történt veletek. Dióhéjban el tudod mondani? Igen, pontosan én sem emlékszem, mikor találkoztunk utoljára. A tavalyi évben azt mondom, hogy büszkék lehetünk a csapatra, mert sikerült azt elérni az Egyesületnek, hogy a másodosztályból csapatszinten a legjobbak közé sikerült felkerülnünk. Az NB1-ben folytatjuk a csapatbajnoki küzdelmeket idén.
illetve a tavalyi évnek még az egyik sikere számunkra, hogy a Magyar Darts Liga versenysorozatában, mint rendező egyesület tudtunk belépni, és úgy néz ki, hogy ezt az idejében tudjuk folytatni az Észak-Magyarország, illetve az Észak-Dunántúli, bocsánat, régióban ismét rendező egyesület leszünk itt is. Milyen múltra tekintetek vissza? 2017-ben alakultunk meg hivatalosan, de mint baráti társaság mi már előtte egy évvel úgy összesodort minket a szél, és elkezdtünk dárcozgatni. Ugye, mint mindenki más az országban, először mindig a világbajnokság az, amit néztünk együtt, közösen kezdtük megbeszélni, és kezdtünk eljárni amatőr versenyekre, aztán úgy gondoltuk, hogy kicsit rendezettebb formában elkezdjük ezt az egészet csinálni, és ez alatt az 5-6 év alatt azt gondolom, hogy elég messzire eljutottunk. Így kívülről azt mondja az ember, hogy hát nem olyan nehéz ez. Ugyanakkor láttam most is, ahogy gyakoroltatok, hogy azért nem mindig oda megy a nyíl, ahova gondoljátok. Természetesen. Én azt szoktam mindig mondani, hogy ennek a játéknak a 60-65% az pszichológia, a 30% az a matek, és a maradék az a dobástechnika. A dobástechnika az tanulható, vagy legalábbis lehet hozzá alkalmazkodni. A matematika szintén tanulható, szerintem egyébként ez a legjobb sport arra, hogy a négy alapműveletet megtanulja az ember. Az összes többi az meg versenyrutin, önismeret, önkontroll, az, hogy nem idegeskedjük el az utolsó nyilat, hogyan állunk oda, biztos legyen a kéz. Tehát ez a legnehezebb része ennek az egésznek. És hát azért most nagyon komolyra fordult ezzel az első osztállyal a sorsotok és a dolgotok. Hogy dolgozzátok ezt fel, hogy mire készültök? Egyelőre még nagyon örülünk, még mindig az örömmáborban úszunk, aztán majd jövő hét szombaton, február 12-én lesz az első forduló, ott hát remélhetőleg nem hideg zuhanyként, de azért ott a kemény valósággal szembe fogunk nézni. Azt kell tudni, hogy egyrészt itt az ország legjobbjai ellen fogunk játszani, ha csak Ihász Veronikát, vagy Kovács Patrikot, vagy akár a regnáló magyar bajnokot, Borbély András említsem, ő ellenük és csapatuk ellen fogunk a tábla elé állni. Ráadásul ellentétben az MB2-es küzdelmekkel, ahol kettő nyert legig ment egy szett, itt egy nyert leg, aminek van előnye is, meg van hátránya is. Egy legben kis túlzás azt lehet mondani, hogy bárkit meg lehet verni, viszont ugyanez igaz fordítva is, bárkitől ki lehet kapni. A cél az, hogy benn maradjunk az NB1-ben. Idén 10 csapat van már csak az NB1-ben, és ott mindenki játszik mindenkivel egy oda-visszavágós rendszerben. És az utolsó két csapat esik ki. Az első, hát most erre nem tudok pontosan, az első négy talán megy fel a döntőbe is, és küzd a bajnoki címért. Hány fős egy csapat itt az NB1-ben? Ugyanúgy, mint az MB2-ben itt is 6 főt lehet nevezni az adott játéknapra, ebből 4 áll tábla elé a megfelelően kiosztott mérkőzés sorrendben, és 2 lehet cserélni. Tehát ez a része ugyanaz, csak a nyert legek száma változott itt. Ez is munkába kellett valamit rátenni most már? Fog mindenképpen. Azt gondolom, hogy itt most egy kicsit komolyabban majd rá kell menni a szektorozásra, a kiszállózásra, itt egy kicsit kínaiul hangozhat, de gyakorlatilag azt akarom ezzel mondani, hogy nem csak a játék lesz az edzésen, hanem lesznek egyéb technikai dolgok, amiket majd véghez kell vinnünk. Ebben segítenek a társegyesületek is, rengeteg egyesülettel nagyon jó baráti viszonyban vagyunk. Pont most szombaton fogunk majd a Pilis Csabai Sportegyesület dárc szakosztályával egy ilyen végső bajnokság előtti edzőmérkőzést játszani, amit kifejezetten ebben a lebonyolítási rendszerben szeretnénk majd véghez vinni, pont azért, hogy egy kicsit trenírozzuk magunkat lelkileg a jövő hét szombati küzdelmekre. Tavaly elég sok versenyt rendeztetek idén. Szintén ugyanez a terv, tehát a Magyar Darts Liga mellett, amiről ugye azt kell tudni, hogy oda a szabadidőkártyával vagy egyesületi tagság mellett versenyengedéllyel rendelkezők vehetnek részt. Idén is szeretnénk 4-5 olyan open versenyt rendezni, ahova nem csak igazoltakat, hanem bárki mást szívesen látunk. A továbbiakban értékeltük a TASZ asztali teniszező csapatok teljesítményét. Visszapillantó, strandröplabda, még tavaly nyáron. A TASZ asztali tenisz szakosztálya egyre több sportolót mondhat magáénak, akik egyre jobb eredményeket érnek el. Lassan azt is elmondhatjuk, hogy Tata az egyik fellegvára lesz a sportágnak. Erről és a szakosztály filozófiáról is beszélgettünk.
Lukás Csaba szakosztályvezetővel. Lassan elkezdődik a idei bajnoki szezon, a tavaszi szezon, de kicsit térjünk még vissza az őszre, hiszen NB1-ben és NB2-ben is van csapatunk. Többek közt, hiszen a megyei bajnokságban is játszanak. Milyen őszötök volt? Azt gondolom, hogy a várakozásnak megfelelő ősz, azzal együtt, hogy amikor legutoljára beszélgettünk, akkor ugye kiderült, hogy változások lesznek a csapatban. Eppinger Marci az ifjúsági játékosunk, és Daru Zsolt is az NB1-ben nagyon jól integrálódott. Ha a tabellát nézzük, akkor ott vagyunk a dobogón, ahogy az elmúlt években voltunk. Úgy gondolom, hogy bátran azt lehet mondani, hogy nem gyengült a csapatunk. Jó hangulatú, jó egységes csapattá kovácsolódott itt az ősz folyamán, és reméljük, hogy tavasszal is a sérülések elkerülnek bennünket, akkor tudjuk tartani, és a cél az NB1-ben, hogy valahol dobogó-dobogó közelben legyünk. NB2-ben szerencsére ilyen jellegű személyváltozások nincsenek, vagy nem voltak az ősz folyamán. Egységes volt a csapat, ezt a tabella is mutatja, ugyanannyi győzelmünk és ugyanannyi vereségünk is van, tehát abszolút a középmezőnyben vagyunk. Reméljük, hogy a tavasszal tud csatlakozni hozzánk egy tapasztalt játékos még, és vele kiegészülve azt gondolom, hogy valahol a negyedik, hatodik hely környékére várhatjuk a csapatot. Fiatalok jól teljesítenek azzal együtt, hogy van, aki egyetemet kezdett, van, aki most egyetemre készül, tehát érettségi időszakába lépünk a tavasszal. Ez mind belejárója nyilván a fiatal sportolók versenyeztetésének. Úgyhogy az első két osztályban, az ászlós hajóknál jól áll a TAC, úgyhogy ezzel nincsen semmi gond. Ugye, arról már többször beszélgettünk, hogy itt a férfi mezőnyben azért lányok is játszanak, mivel az NB1 az nagyon szűk, nálunk is ugye két lány játszik, és hát egyáltalán nem gyengült velük a csapat. Nem, ez, én azt gondolom, ezt nem az én döntésem csupán, de nagy büszkeséggel tudjuk mindig azt mondani, hogy jól integráltuk ezeket a lányokat. Megfelelő helyen vannak, ők motivációt éreznek egy erős férfi bajnokságban való játékhoz, ennek megfelelően készülnek is. A hangulatot nyilván pozitívvá teszi, a két gyönyörű lány pingpongozik a csapatban. Mindig azt szoktuk mondani, hogy a legszebb csapat nyilván nálunk van, hogyha az összképet nézzük. De a tréfát félretéve jó szakmai előrelépés nekik egy ilyen bajnokság. Nem feltétlenül eredménycentrikus, különösen nem az NB2 nálunk, hiszen ez egy ugyanúgy, hogy az NB1 is még amatőr sport, tehát itt elsősorban a játékosoknak az igényei azok, amelyek meghatározzák, hogy ők melyik bajnokságban tudnak szerepelni. Mindig abban szerepelnek, ahol a fejlődésüket az legjobban tudja motiválni. Megfelelő szintű játékkal, megfelelő mennyiségű játékkal, úgyhogy ebben a tekintetben is jól állunk. Mindenkor eddig az élcsapatokról beszéltünk, de hát mindig büszkén mondod, valahányszor találkozunk, hogy lassan kinövítek ezt a termet, annyi utánpótlás, annyi gyerek. Sportoló van. Így van, és ez idén sem változott szerencsére. 9 asztalon folyik az edzés. Gyakorlatilag minden nap van edzésünk, utánpótlás edzésünk. Ennek az az oka, hogy 14 év alatti gyerekeink száma meghaladta 30-at, 35-36 körül van most azoknak a gyerekeknek a száma, akik 14 év alatt is rendszeresen járnak edzésre. Ez azt jelenti, hogy ők minimum kétszer, de inkább háromszor járnak. Van 6-8 olyan kisgyerek, aki már azt igényli az ő játéka, hogy ezt a 2-3-at meg tudjuk mondjuk még egyel, tehát 6-8 olyan kis srácunk és lányunk van, aki négyszer jár edzésre, velük a felét a csoportban, felét pedig már külön játszuk. És én nagy örömömre besegítenek a felnőtt megyei, illetve NB2-es játékosok is, tehát az ő képzésükben már ott vannak, tehát kiváló partnerek, és a gyerekeknek nagy motivációt jelent az, hogyha egy felnőtt játékos nálánál sokkal jobban játszó felnőtt játékossal akár negyed órát, fél órát tud játszani. Mikor nőhetnek bele abba a korba, amikor már
meccseket játszhatnak valamelyik osztályban? Kettő olyan gyerekünk van, aki a tavaszi, illetve egy, aki már a Szaladós Botondő a megye kettes bajnokságnak stabil tagja, ő minden mérkőzésen játszik, függetlenül az eredménytől, illetve egy nagyon, nagyon ügyes, nem mondok tehetséget, mert a tehetség az egy borzasztóan összetett dolog, de egy fantasztikusan ügyes kisgyereket kaptunk ősszel. Egy oroszlányi kisfiú, aki heti 4-5-ször jár be, nagyon komoly szülői háttérrel, és egy nagyon-nagyon ügyes kisfiú, úgyhogy ő eljutott gyakorlatilag fél év alatt oda, hogy bedobjuk a mélyvízbe a tavaszi fordulók valamelyikén biztosan, úgyhogy tudatosan építgetjük ezeket a gyerekeket. Botondő, Zaldos Botondő most 8-os, Peti 7-es, tehát úgy néz ki, hogy Tata környékén maradnak mind a ketten, tehát gondolkodhatunk esetleg abban, hogy egy 3-4 éves projektben el kellene jutniuk valahol az NB2-höz, hiszen az is egy nagyon komoly előrelépés lenne számukra. Ugye ezek a csapatok, ugye most Csenge egyetemista, nem tudom, hogy egyéni versenyeket tekintve mit a kilátások, vagy mi az előrelátás? Egyéni versenyeket tekintve, ugye Csenge és Eppinger Marci az, aki tatai színekben egyéni ranglista, országos egyéni ranglista versenyeken indul. Nagy szerencsénk az, hogy Csenge tud Pesten edzeni. Ez azt jelenti, hogy az egyik játékosunknak, NB1-ben játszó játékosunknak van egy saját maga által üzemeltetett terme, Baki, miről van szó, és ő biztosítja azt a feltételt, azt a hátteret, hogy Csenge gyakorlatilag, ha tud, akkor minden nap tud edzeni. Ő elindulgat ezeken a versenyeken, ő utolsó éves ifjúsági játékosként még ott van ugye a ranglista 10-ben Magyarországon. Marci, Eppinger Marci versenyeztetése is úgy alakult ki, hogy mi vállaljuk azt, hogy őt abban segítjük, hogy megfelelő edzés lehetőségeket tudunk neki biztosítani. Ő egyébként veszprémi kisrác, aki Tata mellett tud edzeni Győrben, itt a Béres Szabolcs segít neki, aki szintén NB1-es játékosunk, illetve a sportkapcsolatok miatt Celdömölkön tud gyakorlatilag olyan NB1-es körülmények között edzeni, ami az ő fejlődését biztosítja, és természetesen ő is stadszínekben versenyez. Róla is azt kell tudni, hogy ő az utánpótlás korosztályt U17 és U19-ben versenyez, és mind a kettőben top 20-as játékos, tehát benne az első 20-ban mind a két korosztályban, nyilván előrébb van a saját 17-es korosztályában. Reményt keltő ő is egy nagyon szorgalmas, értelmes fiatalember, akinek most elsősorban a pingpong és a tanulás az, ami az életét kitölti, és hát reméljük, hogy ez a játékában is látszani fog. Rólad köztülött, hogy legalábbis úgy gondolom, hogy te maximalista vagy, milyennek a kilátások a tatai aszteri tenisz szakosztálynak? Igen, azt gondolom, hogy nagyon egyszerű dolog, ha csinálunk valamit, akkor azt csináljuk rendesen. Nagyon fontos az, hogy, és nagyon köszönöm, hogy kérdezed ezt, mert nagyon nehéz mindig meghatározni azt a célt, ami a tacnak mondjuk a következő 3 évben fontos lehet. Nem elsősorban a versenysport, és ez furcsa, amikor közben NB1-ről, meg NB2-ről beszélünk, meg ifjúsági top játékosokról beszélünk, de nagyon-nagyon komoly szerepet kap most már az elmúlt 2-3 évben az, hogy egy nagyon erős bázis tudjunk építeni. Minél több gyereket megtanítunk pingpongozni, én nagyon hiszek abban, hogy azok a képességek, a kognitív képességek, amik a munkához, meg a tanuláshoz kellnek, a sportág révén nagyon-nagyon jól fejleszthetőek. Tehát van egy ilyen irány, hogy erősíteni ezt a bázist. A 35-6 kisrác meg kislány között több olyan gyerekünk van, aki komoly problémákkal, akár paraproblémákkal, akár mentális problémákkal, Asperger szindrómával, enyhe értelmi fogyatékos kisjátékosunk is van, és kiválóan tudjuk integrálni őket. Ezek a kisgyerekek egyrészt megtanulnak pingpongozni, másrészt egy olyan társadalmi közegben vannak, ahol nagyon jól szocializálódnak. A játék során nem derült ki eddig egyszer sem, hogy ő nekik hátrányuk lenne ebben a történetben, úgyhogy ez egy nagyon fontos iránya lesz. És hogy ha már megengedett, hogy felfűzzem rá, most a háttérben is két olyan játékosunk van, illetve csak az egyik, aki ezt az irányt mutatja nekünk, a hölgy Arlói Zsófi, ő paralimpiai játékos, ő időnként 2-3 havonta eljön hozzánk edzeni egy hétvégéről, nagyon szeret itt lenni, mi nagyon szeretjük, hogyha itt van, és másik pedig Szendi János, aki pedig egy
transzplantált világjátékokra készülő játékosunk. Nagyon fontos szerepet is adta a céletében, hogy a társadalomnak olyan szegmenseit is elérjük, ahol a sportfejlesztő vagy a sport közösséget tud adni, amellett, hogy párhuzamosan szeretnénk a szakmaiságunkat megőrizni, úgyhogy ez a kettő. És ha ezt egy családias klubban tudjuk megtenni, akkor azt gondolom, hogy még én is elégedett lehetnék, bár ez nagyon ritkán fordul elő. Az NB1-ben és az NB2-ben szereplő csapatok március elején kezdik el a tavaszi szezont. Ahogy nézőink megszokhatták, egy-egy izgalmasnak ígérkező mérkőzésről láthatnak is majd tudósítást. Megjött az igazi tél, és most adunk önöknek egy kis forróságot tavaly nyáról. Biztos, hogy jól esik hűsölni, hiszen nagyon meleg volt. Hozzá lehet ezt szokni 3 napon keresztül? Hát hál' Istennek, tegnap azért nem volt ekkora hőség, ma azért az, hogy 2-kor a legnagyobb melegben sikerült játszanunk, az nem volt kellemes, de természetesen a standardpróba ezzel jár, mi imádunk szerintem a napban a melegben játszani, nyilván az, hogy izzad az ember, saras, homokos, az egy dolog, de ez ezzel jár, és tényleg, én is azt mondom, hogy nagyon jó ez a helyszín, én nagyon szeretem, nekem is csak most sikerült először nyernem itt, igen, de... Jó kell párt választani. Igen, hát tavaly sajnos kikaptunk, de igen, igen, így igaz. Nagyon változatos volt mind a két szett, különösen a második volt egy hullám völgy, ami lehet, hogy elismerhetett volna az a szett. Igen, az első szettet is így kezdtük viszonylag, nem tudom hány forros mínuszból hoztuk fel, aztán a második ugyanez volt. Már több helyen is említettem, hogy van egy kisebb fajta hullámvölgyünk az utóbbi hónapokban, amit most nagyon örülök, hogy itt egy viszonylag stabil játékkal ezt ki tudtuk hozni. Talán ezen a döntőn volt egy kisebb fajta hullámvölgy, mint ahogy említették is a szettek elején, egy kicsit elhúzott az ellenfél, de ennek nagyon örülök, hogy ebből mi fel tudtunk állni, és a saját játékunkat tudtuk utána dominálni az ellenfélnél. Amikor ügyét kértek ilyenkor, mondjuk pont abban a helyzetben, amikor ugye kicsit nagyobb volt a hátrány, akkor mit lehet beszélni? Szerintem nem ijedünk meg ilyenkor, tudjuk, hogy meg tudjuk csinálni. Onnantól kezdve kicsit jobban koncentrálunk, pontosabbak vagyunk, többet beszélünk, egy-egy olyan technikai hibát kiavítunk, segítünk egymásnak, és ki tudunk jönni ezekből a kisebb hullámvölgyekből. Kell külön készülni ilyenkor ellenfelekre? Gondolom azért már többiről egyre ismertek mindenkit. Nem is kimondottan az ellenfelekre kell készülni, hanem inkább kinek milyen a stílusa. Tehát ugye ez azért sok mindenkinél van, egy alacsonyabb játékos, akinek megvan milyen stílust játszik, és mi inkább ezzel próbálunk úgy kombinálni. Most a blokkmezőny munkákat is próbáltuk egy kicsit csiszolni, azt szerintem nagyon jól működött most hétvégén, és ezt most kezdtük el gyakorolni, és ez nagyon tetszett nekünk, hogy már most ilyen jól ment, úgyhogy és még hol van a legvége, úgyhogy megyünk előre, még tényleg nem állunk készen teljesen, még nagyon sokat kell gyakorolnunk, sokat kell erősödnünk, úgyhogy, de ennek nagyon örülünk, hogy már így ebbe az állapotba is sikerült most nyernünk. A férfiaknál az esélyesek jutottak a negyeddöntőbe. Az első döntőbe jutott páros, a Csepelen győztes, kis rásadó lett, hozzájuk csatlakozott Fazekas Hubicska, akik a selejtezőbe jutottak el a döntőig. A fináléban aztán látszott, hogy hol az rutin, hol az erő. Az első játszmában 16-ig tartották magukat Fazekasék, ám a második szett nagyon sima lett, bár szép labdameneteket is látott a lelátót megtöltő közönség. Végül Kis és Rázsa 2-0-ra nyert. Lehet azt mondani, hogy bejött a papírforma? Hát nem nagyon tudok ilyet mondani, hogy papírforma. Nem is mi voltunk az első kiemelt, az meglepő volt, hogy a Viriék a tegnapi nap folyamán kiestek, de nagyon küzdős volt mind a két napunk. Igen, akkor milyen volt ez a két nap? Hát nagyon meleg. Itt nagyon megterhel minket fizikálisan és mentálisan. Nyilván nagy a páratartalom. Ugye küzdeni kell pontról pontra, és hogyha egy-kettőt hibázol, el is mehet egy szett akár. És akkor egy kis közérdekű információ. Azért ilyenkor egy-egy plusz szett az nagyon sokat számít, most a javatokra számított. Igen, igazából tényleg próbálunk minden pontért küzdeni, és igazából ezek ilyen löketet adnak, akármikor hozunk egy extra pontot, egy blokkot, vagy bármit, és igazából ezekben voltunk talán jobbak, mint ők most. Igen, azért most is volt egy-két olyan pont, ami már majdnem veszett fejsze volt, és mégis vissza tudtátok hozni. Ez mi múlik?
Hát igazából ez fejben múlik, vagy inkább az, hogy akarsz, küzdesz, és nyilván a másikért csinálod ezt, hogyha nyilván ő is elvetődik, feljátsz a labdát, akkor megpróbálsz te is utána menni és feljátszani a labdát. Ez szerintem így működik. Egy ilyen győzelem után a következő forduló? Hát meglátjuk, ott is reméljük a legjobbakat. Ez egy új helyszín lesz, még nem játszottunk, vagy soha. Addig edzünk, aztán meglátjuk, mi lesz. Előzetes következő műsorunkból. Tudósítás a TAC Ósz kézilabda mérkőzésről.